Jó estét kívánok, kedves nézők! Sportolni, de hogyan? Ez az egyik nagy kérdés, amely a járványhelyzetben igen sokakat érint. Magyarországon is, így Székesfehérváron is természetesen, hiszen a sportolási lehetőségek is meglehetősen beszűkültek, a tömeges együttes sportolásra nincs lehetőség, és szabadtéren is leginkább az egyéni sportok engedélyezettek. Kivételt képeznek az igazolt versenyzők, akik professzionális szinten ma is végezhetik az edzésmunkát. És hát természetesen ez nem csak magukat, a sportolni vágyókat, hanem azokat az egyesületeket, szervezeteket is érinti, amelyek ehhez a kereteket általában biztosítják. Futni nyilván lehet az utcán, de már egy jó teniszmeccshez azért kellenek a pályák, és az, ahol lehet játszani. És hát nem véletlenül mondtam a teniszt, hiszen ez például egy olyan mozgásforma, amely nagyon sokaknak a mindennapos vagy heti rutinjához hozzátartozik, tartozott. És hát biztos nagyon sokan vannak, akik egy kicsit várják már, vagy hiányolják ezt a lehetőséget. Ugye nagyon különleges dologról van szó, hiszen tulajdonképpen akár egyéni sportként is definiálhatjuk azzal együtt, hogy mindenképpen kell egy partner hozzá, de hát nem véletlenül mondják, hogy egyéni versenyek vannak ugye teniszben. Nagy a tér, nagy a távolság, így aztán meglehetősen ambivalens, hogy hogyan gondolunk erre. És hát Fehérváron van egy olyan tenisz egyesület, mondhatom nyugodtan most már, hogy a szó minden értelmében klub, amely az utóbbi években nagyon komoly lehetőséget biztosított úgy a profi sportolóknak, mint az amatőröknek, azoknak, akik szabadidő sportként űzik a teniszt. A Kiskút teniszklubban pedig valamennyire azért most is zajlik az élet, nem állt meg teljesen. Galambos Gábor, a klub edzője, a vendégünk. Köszöntelek itt a stúdióban. Szerintes. Hogy néz ki egyáltalán nálatok most az élet, mennyire fagyott be, és mennyire kellett a speciális szabályokhoz alkalmazkodnotok? Hát igazából kellett azért nekünk is alkalmazkodni, mert a maszkviselés a klubban is kötelező, a pályán ott nem, de igazából a legtöbb játékos nálunk igazolt versenyző, akár aki amatőr szinten játszik, ők is, mert ők szoktak indulni a szenior versenyeken, és nekik is kell igazolás ehhez, tehát ők hivatalosan edzhetnek, úgyhogy igazából nem nagyon állt meg az élet nálunk, hál' Isten. És ez valójában egy mekkora bázis jelent? Ugye Fehérváron mindig is népszerű volt a tenisz, voltak legendás pályák, legendás műhelyek, most a Kiskút is egy ideje ugye nagyon nagy fejlődésen ment keresztül. Szóval mekkora teniszező bázissal számoltok, vagy számolhattok manapság? Hát szerintem egy 100 fő biztos jár most is, amikor meg nem volt pandémia, akkor még többen. De egy 100, akinek igazolása van, hogy versenyző, ők mindenki jár. Az egyesület ugyanakkor ugye verseny szinten is képviseli magát, tehát a magyar tenisznek egy vidéki bástyája lett. Most így az év elején egy kicsit visszatekinthetünk a tavalyi esztendőre, amit már ugye azért nagyban átírt ez a bizonyos világjárvány. Ezzel együtt mennyire voltatok elégedettek 2020-szal? Hát szerintem elég jó év, még így is elég jó év volt, hogy 3 hónapig gyakorlatilag megállt az élet, tehát nem lehetett se versenyt rendezni, teniszezni is alig. Sikerült így is 3 nemzetközi versenyt rendeznünk, nagyon szigorú előírások mellett, tehát Covid ellenőrt kellett alkalmazni, mindenre figyelni kellett, de így is 3 nemzetközi verseny lement, egymás utáni 3 héten, úgyhogy az nagyon jól sikerült. Külföldre ugyan kevesebben jöttek most, de a magyar fiatalok így több lehetőséghez jutottak, és tudtak junior világranglista pontokhoz jutni. Mindez például a nemzetközi versenyek rendezése azt mutatja, hogy azért nagyon erősen berúgtátok az ajtót, ha lehet így mondani, a magyar és egy kicsit így a nemzetközi tenisz életben is. Annak idején, amikor ezt az egyesületet Viszló Csaba létrehozta, és ezt az új Kiskút útján található klubot megálmodta, akkor ez gondolom egyfajta prioritás volt, hogy ne csak az amatőröknek, ne csak a hobbi tenisznek legyen az otthona. Igen, ez mindenképpen, mi a Csabával sokat beszélgettünk annak idején erről, és ez mindenképpen prioritás volt, hogy nemzetközi versenyeket tudjunk idehozni, aminek egyébként tavaly lett volna már egy igazán komoly eredménye, ami sajnos elmaradt, de idén úgy néz ki, hogy meg lesz tartva egy ITF 1-es kategóriás verseny, ami gyakorlatilag egy junior Grand Slam tornának felel meg, mert a világ legjobb junior játékosai fognak ide érkezni Fehérvárra, és ilyen az Magyarországon még nem volt ilyen kaliberű verseny. Beszélünk még az idei tervekről.
Ez egyébként, hogy ilyen szintű versenyt tudjatok rendezni, hogy azok a versenyzők, akik ezekbe a bizonyos alsóbb kategóriás, de a felépítésükhöz nagyszerűen szolgáló tornákon részt vegyenek, hogy ezek így tudjanak rólatok, hogy ide jöjjenek, ebben mennyi munka volt egyáltalán, mit kellett ezért tenni? Hát sok munka volt benne. Igazából a körülményeket meglátták, aki először itt volt, utána mindenki szinte visszajön. Tehát azért mondták, hogy ilyen körülmények nem sok helyen vannak, ilyen junior versenyeken főleg, és szívesen jönnek ide, főleg a környező országokból, de voltak itt már Japánból, Dél-Koreából is, Dél-Amerikából is voltak itt versenyzők, úgyhogy mindenki nagyon meg volt elégedve. És akkor ez igaz, hogy alapvetően azok jönnek a versenyekre, akik mondjuk karrierjük, profi karrierjük elején állnak, vagy azért mert fiatalok, vagy mert nemrég kerültek fel mondjuk a ranglistára, és hogy ezeken a versenyeken lehet egy kicsit így fölhívni magukra a figyelmet, illetve olyan pontokat gyűjteni, amelyek aztán a nagyobb versenyekhez szolgálnak, belépőnek. Hát így van, tehát ezek az ITF versenyek a junior Grand Slameknek a belépője igazából, mert a junior világranglistán adnak pontokat, és úgy tud egyáltalán táblára kerülni egy junior Grand Slamen, és aki meg olyan, aki már kimenő korosztály, tehát 18 évesek, nekik pedig a felnőtt világranglistába már bele fog számítani, tehát ott már nem a nulláról indulnak. Valóban nagyon sok lábon áll most, ha lehet így mondani, vagy nagyon sok területen jeleskedik a Kiskút Teniszklub. Itt a versenyrendezésről beszéltünk, de beszéltünk arról is, hogy az utóbbi években rendre indítottatok ugye az országos bajnokságban női csapatot, amelyik hát rendre aztán ott volt az élmezőnyben, volt, hogy egészen parádés teljesítménnyel. Ennek hogy sikerült a tavalyi éve? Hát a tavaly sajnos csak egy fél szezon volt, mivel a tavaszi fordulót eltörölte a szövetség a járvány miatt, úgyhogy csak ősszel volt, egyfordulós volt a tavalyi évben. De a női csapatunk így is megszerezte a bronzérmet, nagyon jól játszottak a lányok, és egyébként egyedülálló módon az országban, nekünk van a legtöbb csapatunk, tehát 4 csapatot indítunk az országos csapatbajnokságon, mert idén már, vagy hát tavaly indítottunk már egy női másodosztályú csapatot is a fiataloknak, illetve olyan amatőröknek, akik szívesen kipróbálják magukat ezen, valamint egy férfi és egy másod és harmadosztályú csapatot is indítottunk. A cél a férfi másodosztályban a dobogó volt, ott nem sikerült elérni, sajnos 5. lettünk, a férfi harmadosztályban pedig a 6. helyen végzett a csapat. A női másodosztály viszont első éves teljesítménye egy 2. hely lett. Ugye a legmagasabb kategória a nőknél az első osztály, a Superliga. Ott általában olyan lányok játszottak, akik már valamilyen módon letették a névjegyüket, most ide leigazoltak, és nekik egy nagyon jó lehetőség volt ez. De ezekben az alsóbb osztályokban mennyire jellemző, hogy már fehérváriakra tudtok építeni, hiszen gondolom hosszabb távon az is terv, hogy legyenek helyi tehetségek. Hát a fő szempont egyébként az, hogy a helyiek játszanak, tehát a férfi csapatokban is, mind a kettőben, illetve a női másodosztályban is csak helyiek játszanak, akik próbálnak bekerülni, akiknek több esélyük lesz bekerülni egyébként a Superligás csapatba többüknek is, ezek közül a lányok közül, még fiatalok, versenyzési lehetőség, felnőttekkel játszanak itt, tehát jó fejlődési lehetőség nekik ez. És most hány edzőt foglalkoztattok? Jelenleg 4-en vagyunk. És akkor ők foglalkoznak a felnőttekkel, amatőrökkel, mindenkivel, aki igen. Ez a bázis, ami azt jelenti, hogy mondjuk az igazolt versenyzők, ez most jelenleg ugye a magyar tenisztérképen hova helyezi el a mondjuk a vidéki klubok között a Fehérvárit? Hát a vidéki klubok között mindenképp a sor elején állunk, tehát nagyon szerintem az első 3-ban vagyunk az országban a vidéki klubok között, de ha a fővárosi klubokat belevesszük, akkor is az első 10-be. Biztos, hogy benne vagyunk, akár létszámilag is, akár eredményességben. És ugye még egy nagyon fontos dolog, már beszéltünk egy kicsit érintőlegesen az amatőrökről, beszéltünk a versenyrendezésről, a csapatbajnokságokban versenyzőkről, és hát ami szintén nagyon-nagyon fontos, az ugye a gyerekekkel zajló oktatás, illetve maga a tenisz alapjainak a megismertetése egy iskolai program keretében. Ez szinte azonnal az egyik ilyen zászlós hajója lett a klubnak. Ez most hogy áll? Hát ez most elég rosszul áll emiatt a pandémia miatt sajnos. Nem jöhetnek a gyerekek. Hát a szeptember óta nem járnak, amióta elkezdődött a tanév, illetve amikor elkezdődött márciusban a járvány, onnantól már nem jöttek, a múlt tanévben sem. És hát 1500 gyerekkel folytattuk a munkát, és nagyon országos szinten egyedülálló volt. Nagyon sok gyereknek tetszett, nagyon sok gyerekkel sikerült megismertetni a teniszt.
Hát reméljük, hogy lesz folytatása, amikor ennek vége lesz. Leláttad azt a folyamatot, ahogy mondjuk azok a gyerekek, a kitegeket akár ilyen testnevelés óra keretében odavisznek, vagy iskolai csoportokban, hogy azok közül voltak, aki aztán hosszabb távon úgy ott ragadt, hogy már nem csak ilyenkor járt? Igen, persze, sokan voltak, és legnagyobb örömünkre egyébként, ami egyik fő célunk, hogy a családokat sikerült ezzel megmozgatnunk, mert olyan gyerekek jöttek vissza, aki hozta anyukát, apukát, hétvégén jöttek teniszezni, hogy próbálják ki a szülők is, és egyre többen kezdtek el így járni, és ez nekünk elég fontos, hogy a családoknak tudjunk kikapcsolási lehetőséget biztosítani. Mekkora vonzerő manapság a tenisz? Ugye volt, amikor ez Magyarországon is nyugodtan mondta, hogy tömegsport volt, tényleg rengetegen üzték, aztán kicsit talán elterjedt az, hogy ez inkább egy gazdagabb rétegnek lehet tehát ők engedhetik meg maguknak. De hát most azt látjuk az utóbbi időben, hogy mondjuk ugye Fucsovics vagy Babos képében a legfelsőbb szintre jutottak magyar játékosok, tehát minthogyha ez a fajta reklámja is meg lenne a tenisznek, tehát sikerül-e újra tényleg tömegsporttá tenni? Hát igazából, amikor én elkezdtem annak idején, akkor még tömegsport volt. Hát a videótomban. Igen, a videótomban, ma már nem az. Vagy hát nem, igazából nem olyan. Tehát sokan tévhitben vannak ezzel kapcsolatban, hogy milyen drága, de ha összehasonlítjuk más sportággal, nem biztos, hogy drágább, mint más sporták. Aki olyan szintre szeretne eljutni, mint a Fucsovics vagy a Babos Timi, ő neki természetesen bele kell tenni, de aki a mozgáskedvéért csinálja, vagy amatőr szinten űzi, tehát annak abszolút ez megfizethető. Nem is azért mondtam egyébként Fucsovicsot, mert ugye az lenne mondjuk bárki számára reális cél, nyilván az azért keveseknek sikerül, viszont hogy van olyan arca a sportágnak a Magyarországon, ami talán hatása van arra, hogy hányan kezdenek el, hányan szoknak rá újra a teniszre. Amikor nálatok mondjuk nem volt ez a csúnya időszak, ami most már sajnos elég régóta van, akkor hogyha így körbenéztél a pályákon, hány pályán, mennyi ember volt az, aki rendszeresen játszott? Hát aki jár egyébként, az rendszeresen jár, tehát olyan nincs, hogy eljön egyszer, azt utána nem jön többet. Az mindenkinek megtetszik, és utána is elkezd járni. Visszatérve erre a Fucsovicsra, ők is nagyon sok vonzerőt jelentettek, tehát sokan elkezdték amiatt a teniszt, hogy látták, hogy ők milyen eredményeket érnek el. És a fiatalok körében egyébként már az is motiváció, hogy egy amerikai ösztöndíjat tud kapni, ha nem is jut el profi karrierig, mint mondjuk ők, de egy amerikai ösztöndíjat meg tud kapni, már azzal nagyon jól jár. Te ugye edző is vagy, oktató is vagy, nyilván vannak különböző szinten lévő tanítványait, hogyha valaki akár felnőttként holnap azt mondja, hogy kipróbálná a teniszt, mennyi idő alatt tud eljutni arra a szintre, hogy mondjuk élvezze is az ütögetést, hogyha nem is játszik profi meccseket? Hát ahhoz, hogy élvezze az ütögetést, pár hónap alatt el tud jutni. Ha nem mondjuk egy héten egyszer, hanem egy héten kétszer-háromszor eljön, akkor egy pár hónap alatt olyan szintre jut el, hogy már egy másik emberrel össze tud állni és tud játszani. És hát itt van most nekünk ez a 2021-es év, ami még mindig elég sok bizonytalanságot hordoz magában így a sport tekintetében is. Van-e lefektetett, akár hónapokra előre megrajzolt tervetek, hogy mit szeretnétek az idén elérni? Versenyrendezésről már beszéltél, nyilván az lenne az igaz, hogy folyamatosan az élet teljesen visszaállhatna. Hát reméljük, hogy minél hamarabb vissza fog állni, igen. Éppen most a kiváló kollégám Galgóczi Lajos egy szakmai koncepciót írt, ami egyébként a klubnak a Facebook oldalán megtalálható, egy 14 éves korig végül is egy lépcső, hogy hogyan jut el egy gyerek olyan szintre, hogy akár versenyző lehessen, és ugyanez az amatőrökre is le van bontva, tehát ezt mindenki megnézheti. Hát az eredmények tekintetében most már január elején már úgy kezdődött, hogy éppen az országos bajnokságok most minden korosztályban most vannak januárban. Éppen most játszik az egyik büszkeségünk, Tekker Lotti, a magyar bajnokságon a döntőbe jutásért a 12 éves korosztályba. Most utána lesz a 14-es korosztály, ott a Szabó Lora, aki már 7. a magyar ranglistán, őért szorítunk, és utána jönnek a 16-18 évesek, akik közül szintén éremeséllyel mennek többen. Ja, az ITF versenyt említetted, mint egy olyan nagy célt, amit már tavaly elérhettetek volna, és az idén talán megvalósul. Meg is szokhattuk, hogy a pörgősebb időszakban egymást érték a nemzetközi versenyek. Idénre miket terveztek? Hát idén a felnőtt verseny biztos, hogy nem lesz, mert a Magyar Tenisz Szövetség most konszolidáció alatt áll, és nem tudja támogatni, sajnos.
de junior versenyünk lesz, áprilisban lesz egy 16-os Tennis Europe verseny 16 éveseknek, illetve októberben lesz ez a bizonyos ITF 1-es, az már fedett pályás lesz. Elég nagy terhet ró a klubra, mert ez nagyon komoly verseny, és itt kb. 70 főnek kell a teljes ellátását biztosítani arra az egy hétre, amíg tart a verseny, de majd valahogy ezt azért meg fogjuk oldani. Egy kérdés még az infrastruktúráról, amely szenzációsan fejlődött az utóbbi években, hiszen gyakorlatilag kinőtt ugye egy teniszcsarnok a földből, ami télen-nyáron használható. Most jelen pillanatban kész van-e már minden teljesen, illetve mi az, amit még terveztek? Hát gyakorlatilag teljesen kész van, tehát üzemel mind az öt pálya csarnokba, kint van ugye hat pálya. Azt tervezzük egyébként most, hogy az egyik pályát kicsit meghosszabbítjuk, hogy a nemzetközi a kinti pályák közül, hogy mert négy pálya kell legalább a nemzetközi versenyekre, és hogy nemzetközi szabványú legyen az a pálya is, mert ott egy még nem az. Köszönöm szépen, és hát nagyon sok sikert, meg szerencsét kívánok a következő évre, az előttünk álló évre. Reméljük, hogy előbb-utóbb tényleg mindent, amit elterveztetek, a lehetőség lesz megvalósítani. Hát köszönjük szépen, mi is bízunk benne. És hát természetesen, hogyha lesznek ilyen versenyek és események és kiváló fehérvári teniszező eredmények, arról majd mi is beszámolunk, mint ahogy rendszeresen be tudunk számolni, hál' Istennek idén a jégkorongozók nagyszerű szezonjáról. Az osztrák ligában talán nem is várt eredményességgel teljesít egyelőre a Hydro Fehérvár OV19, hiszen vezeti a táblázatot, és hát azért nagyon jó esélye van, hogy a felsőházi tagságát bebiztosítsa. Most majd hazai mérkőzések következnek, ezek előtt jártunk a jégcsarnokban, ahol Hári Jánosékkal beszélgetünk. Ez az összeállítás következik még most itt a Bajnokok városában. Én köszönöm figyelmüket. Soha nem látott szezont produkál eddig az osztrák jégkorong ligában a Hydrofehérvár OV19. A csapat jelenleg csak rosszabb gólkülönbsége miatt szorul a második helyre a lista vezető Bolzano mögött. Decemberben 9 meccses győzelmi szériával klubcsúcsot állított fel a gárda, 34 eddig lejátszott meccséből 22-t megnyert, és 117 lőtt góljával a liga legjobbja eddig. Az imént felsorolt eredménylista még akkor is nagyon megsüvegelendő, ha tudjuk, az ellenfeleknél többször lépett eddig pályára a volán. Nagyot fordult tehát egy év alatt a világ a volánnal. Ilyen még nem volt, és nagyon jó érzés tényleg a tabella élén lenni, de úgy tudnunk kell, hogy sokkal több mérkőzésünk van, tehát a reális hely az valószínűleg nem itt van, ahol most vagyunk, de attól függetlenül nagyon örülünk, hogy tényleg top 5, top 6, úgyhogy mindenféleképpen ez pozitív a csapatnak is, és pozitív energiával lesz most ez a kicsit pihenősebb időszak. Úgy érzem, hogy megtaláltuk a mi stílusunkat, tehát tényleg minden csapat ellen ugyanazt a játékot játsszuk, és tudjuk tartani a korongot, abból veszélyesek tudunk lenni a támadásoknál, illetve jól föl tudjuk hozni a korongot, viszonylag keveset szorulunk be a saját harmadunkba. Ez nagyon jó volt, hogy sok meccs volt, most jön egy pár rosszabb hét, amikor sok edzés van, de ja, meg ha sok meccs van és mellette nyers is, akkor az extra élvezetes, úgyhogy nagyon jó sorozatban vagyunk, reméljük így megy tovább. I think we have a pretty good atmosphere overall here. Remek a hangulat a csapaton belül. Érezhető, hogy mindenki ugyanazért a célért dolgozik minden nap. Amire büszkék vagyunk, hogy nagyon jó hokit játszunk, és ha egy csapat jó hokit játszik, akkor folyamatosan van esélye meccseket nyerni. Keep yourself a chance to win the games. Nem tudom, kicsit több a szerencsénk, úgy érzem. Két éve is jó csapat volt, akkor is a felsőházba végeztünk, akkor is nyertünk hetet zsinórba, de úgy érzem, hogy idén kicsit jobb a... Hát több szerencsénk van egyszerűen, hát ez sok meccs van, ami ide-oda is mehetne, és jó pattantak a korongok idáig. Kaposunk az, aki Janusz bejött azóta, az nyert egy pár extra meccset nekünk, amihez lehet, hogy amúgy nem jött volna össze, úgyhogy szerintem ez a legnagyobb különbség. Mindenki úgy megy ki a meccsre, meg akkor is, hogyha mondjuk vezet az ellenfél, hogy valahogy be fogjuk tudni húzni, tehát a 0-0-as meccseken is volt, hogy a harmadik harmadban lőttük a gólunkat. Mindenki bízott a másikba, hogy valamikor majd be fogjuk lőni, és meg fogjuk tudni nyerni a meccset. A sok gólos meccseken meg ugyanez, hogy hiába kaptunk gólt néhány hibából, tudtuk, hogy ki tudjuk javítani, és tudunk gólokat lőni. A mi zsebünkben vannak azok a pontok, tehát a többieknek kell azért harcolni, hogy megelőzzenek minket. Nem a cél a rájátszás volt az elejétől kezdve, de ugye most ott vagyunk, úgyhogy minél több mérkőzést szeretnénk továbbra is nyerni. Az volt a cél, hogy együtt tartsuk a csapatot, nem akartuk lecserélni a teljes gárdát. Nem tagadhatom, a tavalyi egy szenvedős idény volt. Néha sajnos a szekér rossz irányba indul, és nehéz megállítani, megfordítani. Néha meg jó irányba indul, és nem kell megállítani. Tavaly sem arról volt szó, hogy mindenki rosszul játszott volna, inkább apróságok nem működtek. Voltak jó meccseink is, ezért is tartottuk együtt a csapat nagy részét.
A nyáron visszatért Hári Bartal is, velük sokat erősödtünk, ráadásul magyar srácokról van szó. Nehéz megmondani, hogy valami miért működik egyszer, máskor pedig miért nem, de azt gondolom, hogy idén a csapaton belüli pozitív légkör meghatározó. Tényleg egy nagyon jó brigád van, jó összhangban vagyunk, az edző, a játékosok, mindenki, úgyhogy szerintem ez nagyon fontos, hogy mindenki tényleg pozitívan előre húz egy irányba, úgyhogy szerintem ez az ereje a csapatnak. Még 6 meccs vár a fehérváriakra az alapszakaszban, most azonban a betervezett, de a koronavírus járvány miatt elmaradó magyar kupa miatt jóval lazább lesz a program, hiszen 4 hét alatt kell abszolválni a 6 mérkőzést. A Volán tehát jól áll, sőt nagyon jól, de a csapatnál egyelőre nem foglalkoznak ezzel, ahogy azzal sem, mit érhet el idén az együttes. Büszkék vagyunk az idei szezonra, mindenki teszi a dolgát nap mint nap, mindenki megéli az adott pillanatot, de most még nem beszélünk különösebb célokról. Most egy kicsit több időnk lesz edzeni, 6 meccsünk lesz 4 hét alatt. Lehetőségünk lesz például az emberelőnyös, hátrányos helyzeteket gyakorolni. Ezek az utóbbi hetekben azért nem működtek olyan jól. Tesszük, amit tennünk kell, a végén pedig azt kapjuk, amit kiérdemeltünk. A mostani programunk nagyon kedvező a maradék 6 meccsre, és néztem a mögöttünk lévőknek, annyira nem, úgyhogy ez a második hely, ahol majd most elsők vagyunk, de reálisan másodikak vagyunk jelenleg, és ezt meg kellene tudni tartani szerintem itt a végéig most már. Mindenképp szeretnénk minél feljebb végezni, én úgy érzem, hogy a második helyre azért van esélyünk, ha a pontokat nézzük, az egy nagyon jó eredmény lenne, aztán ugye jön majd a középszakasz, tehát... Nincs igazán ilyen elvárásunk, hogy minél több mérkőzést meg akarunk nyerni, és minél jobban akarunk játszani, hogy amikor jön a középszakasz, illetve érkezik majd a rájátszás, hogy a játékunk még tökéletesebb legyen, hogy ott tudjunk sikeresek lenni. Igazából ezen a héten már elkezdtünk, kicsit keményebben edzettünk, majd holnap is valószínű ez lesz. Utána lesz ugye a hétvégén ugye lesz 2 mérkőzésünk, utána pedig 3 nap nagyon kemény, és azt hiszem 3 nap szabadunk lesz. Üröm az örömben, hogy pont ebben a nagyszerű szezonban nem lehetnek ott a lelátón a drukkerek, akik azonban mindent elkövetnek azért, hogy kedvenceik érezzék, még ebben a helyzetben is ott állnak mögöttük. December végén a linci utazás elejét tették felejthetetlenné a Volán drukkerek. Az elején nagyon nehéz volt megszokni, hogy nincsenek velünk a szurkolóink, és hogy üresek a lelátók, de most arra sajnos meg kellett, hogy szokjuk, nem foglalkozhatunk már ezzel, ez van és kész. Kicsit olyan, mintha nem lenne hazai pályája senkinek, hiszen sehol nincsenek nézők. Még mindig furcsa, hiszen mindenki azt szeretné, ha nézők előtt játszhatna, főleg most, hogy tényleg jó hokit játszunk. A szurkolóink biztos élveznék ezt, a csarnokban pedig nagyszerű hangulat lenne. Reméljük, előbb-utóbb visszatérhetnek a lelátóra a drukkerek. Nagyon sajnáljuk, hogy nem lett tele a csarnok, úgy érzem, hogy főleg ilyen sorozatokban mindig tele lenne a jégcsarnok, és óriási hangulat lenne, ezt sajnáljuk, hogy ez idén nincs. De örülünk, hogy legalább a tévén keresztül, meg más úton örömet tudunk szerezni a szurkolóknak, és nagyon köszönjük azt a támogatást, amit kapunk tőlünk, mint például ez az autós köszöntés, vagy ilyen levélben köszöntések, és reméljük, hogy minél tovább tudunk örömet okozni nekik idén. Oh, feeling was high. This way, like everybody was surprised. Óriási volt a hangulat a buszon, mindenkit megleptek a szurkolók ezzel, óriási pluszt adott ez nekünk arra a napra, tényleg nagyszerű volt látni őket. Így pedig egy kicsit még jobban hiányoznak nekünk. Ez egy olyan különleges élmény volt, amelyben még nem volt részem korábban, és a srácoknak sem. Tényleg fantasztikus volt. Nagyon, hát én is nem szeretem ezeket az edzőmeccs feelingeket, ugye alapból utálom az edzőmeccseket, meg beszéltük, az edzés az igazi meccsek, azért csináljuk ezt a sportot, és a hangulat az ugye az egy része a profi sportnak, a szurkolók, és anélkül azért kicsit nehéz felpörögni, úgy érzem. Elég jó volt, mindenkinek tetszett, azért ez egy nagy dolog, hogy tényleg vették a fáradtságot a szurkolók is, és kijöttek, és megünnepelték, és látszik, hogy örülnek, hogy jól megy a csapat. Hát reméljük, hogy talán még a szezon végén lehetnek szurkolók itt a stadionban is, de hogyha nem, akkor reméljük, hogy minél többen tudják tévén követni a mérkőzéseinket. Értékeljük persze ezeket a dolgokat, hogy így is sokan szurkolnak nekünk, úgyhogy nem tudnak itt lenni, meg ugye támogatják a klubot, és
sokan ebben a szezonban is, ugye a bérletesek, sokan tudjuk, hogy nem kérték vissza még a gyárakat, amivel támogatják a klubokat és minket. Ez nagyon jól esik. Az, hogy melyik volt a kedvenc üzenetem, az, ezt nem nehéz kiválasztani egyet, mert mindnek örültem, és jó érzés, hogy ennyien bíznak bennünk, meg szeretnek minket. Nagyon rossz, hogy nem lehetnek itt bent, és tényleg főleg itt Fehérváron, ahol a jégen együtt vannak szinte velünk, hiányoznak nagyon, de tényleg családi üzenetek, szurkolói üzenetek ott vannak velünk. Most is ugye kaptunk egy ilyen kisebb borítékot mindenki nagyon sok üzenettel a szurkolóktól, és ez nagyon-nagyon jó érzés, tényleg az mindenkinek egy kis személyes üzenet, egy kis extra pluszt ad a hosszú túrákra. Te milyen személyes üzenetet kaptál? Melyik volt a kedvenc ezek közül? A nagyszülők valahogy bekerültek a szurkolói csoportba, úgyhogy ott azon keresztül kaptam. Avolán a hétvégén tovább folytathatja menetelését, pénteken a Dornbirnt, szombaton az Innsbruckot fogadják a fehérvári ördögök.